A Nexus közösség a karcagi református egyházközséggel együttműködve egy szemétszedési programot valósított meg Karcagon, az északi temetőben. Ahogyan a Nexus közösség elnöke Ökrös Dávid elmondta, a szemétszedés célja az volt, hogy a környezet egészségét, épségét megőrizzék, valamint a fiatalok helyben maradását, szemléletük formálását ezáltal is elősegítsék. Maga a Nexus közösség a református egyházzal való együttműködés keretében egy szemétszedést valósított meg. Azért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy a szemétszedés az a református egyházzal körül megvalósítása, mert úgy gondoljuk, hogy a karcagiaknak, főleg a fiataloknak a helyben maradásának az erősítése, a történelmi egyházak való kapcsolatfelvétel által tud megvalósulni teljes körűen. És maga a szemészedést ennek keretében valósítottuk meg, hogy magát a környezetnek az egészségét, illetve az épségét fent tudjuk tartani, és alapvetően a fiatalokat meg tudjuk ezzel szólítani, és egy olyan kezdeményezést tudjuk őket buzdítani, amely segíti az öngondolkodás módoknak és szemléletüknek a formálását. Nagyon nagy öröm volt azt látni számunkra, hogy a közösségi médiában is nem csak a fiatalokat, hanem alapvetően az összes korosztályt meg tudtuk szólítani, és nagy öröm volt még azt szintén látni, hogy nem csak az interneten, hanem a való világban is megszólítottak minket, elismerésüket fejezték ki az emberek, továbbá több olyan kisgyermekes családanya is kifejezte együttműködési szándékát a programjaink során, mi szerint szeretnék a kisgyermekkel eljönni ezekre a megmozdulásokra, és szeretnék az, hogy az ő nevelésük során részt tudjon venni a közösségünk által és vallott értékeknek a erősödése, hiszen a közösségnek a teremtő erejű munkája az nagyon nagy hatással bír mind a fiatalok, mind pedig a felnőttek számára egyaránt. És mi úgy gondoljuk, hogy az partnereként tudunk ebben az együttműködésben részt venni, és a jövőben, de főleg a vizsgai időszakot követően, tehát július hónaptól tudjuk magunkat ebben jobban beleesni, de alapvetően nekünk az a célunk, hogy mind a karcagi emberek, mind pedig a karcagi fiatalok számára olyan lehetőséget tudjunk biztosítani, amelyek közösséget és értéket tud adni a számukra. Szólt arról is, hogy különböző fórumokon számos visszajelzést kaptak és kapnak munkájuk elismeréseként. Alapvető céljuk az, hogy olyan lehetőségeket tudjanak biztosítani a karcagi emberek és fiatalok számára, amely értéket közvetít és egyfajta hovatartozást jelent számukra. A közösség számos projektet kíván megvalósítani, amelyből a szemétszedés a természeti rekonstrukció első állomása volt. Alapvetően a szemészedés az itteni területnek a rekonstrukciónak az első állomása volt, hiszen rengeteg védett növény található, és más olyan növények is megjelentek, amelyek veszélyeztetik ezt a fajta területet, és szeretnénk azt elérni, hogy a őshonos növényektől tudja megmaradni és jobban elszaporodni ezen a területen, és azok a növények, amelyek eredetileg nem ide valóak, azokat pedig visszaszorítani ezen a vidéken, és mindazok mellett, hogy a szemészedés és a területi rekonstrukciót megvalósítjuk, a területnek a más területén is szeretnénk ezt a fajta folyamatot megindítani, és nem csupán az északi temetőben, hanem magának a déli temető területén is a védett növényeket szeretnénk előtérbe helyezni. Ebből az okból a jövőben további zöld akció megvalósítását tervezik, amivel tisztábbá és egészségesebb élőhelyé tehetik környezetünket. A következő projektjükről az alábbiak hangoztak el. Alapvetően maga a temetőnek ezen területe pontosan azon a túrútvonal mellett található, amelyet már korábban elkezdtünk a csapattagokkal létrehozni, és nagyon nagy hangsúlyt szeretnék arra fektetni, hogy az emberek, amiközben túráznak, bicikliznek, aközben meg tudják ismerni karcagnak azoknak a kincseit, amelyek igazából beleszülettek, csak elmentek a mindennapokba, vagy nem tudták eddig felfedezni őket. A Nexus közösség másik kezdeményezése, hogy az északi temetőben található Kátai Gábor édesapjának sírját szeretnék hozzá méltó módon ápolni és fenntartani.